Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Isten igéjét az apostolok cselekedetei könyvéből fogjuk olvasni. Én az egyszerű fordítás szerint az első rész 6. versétől a 8. verséig fogjuk olvasni. Fennállva hallgassuk Isten igéjét. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részének a 6. versétől olvassuk Isten igéjét, a 8. versig majd. Én az egyszerű fordítás szerint olvasom. Így hangzik: amikor az apostolok együtt voltak, megkérdezték Jézust: Uram, nem mostanában fogod helyreállítani Izrael népe számára a királyságot? Ő így válaszolt: azokat az időpontokat és időszakokat, amelyeknek kijelölését az Atya saját magának tartotta fenn, nektek nem szükséges ismernetek. Ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, szerte a világon mindenhol. Eddig Isten igéje. Foglaljunk helyet. Pünkösd, azt gondolom, hogy itt a felolvasott szakaszból két dolgot biztos, hogy kiemel a mi számunkra. És hadd legyen ez a két szó, ez a két gondolat itt most, ezen a ma délelőttön, ilyen vezérfonal, és gondolkozzunk egy kicsit ezen. Azt mondja az Úr Jézus, amikor felemeltetik, hogy erőt kaptok arra, hogy tanúskodjatok. Legyen ez a két szó előttünk, erő és tanúskodás. Múlt héten, vasárnap délután a Veresi Imaház alaksorában ültünk, és hallgattuk a június 18-án bemerítkezni szándékozó fiatal embereket. Jött egy Ádám nevezetű srác, és különleges, mert úgy gondolták, hogy bevállalják azt, hogy a mennyegzőjükön én fogok szolgálni, és ez egy bátor lépés tőlük. Jártak már nálunk, jegyes oktatáson, beszélgettünk velük, és tudtam, hogy megtért. De nem tudtam, hogy hogy. És ülünk ott lent, és azt mondja, hogy nagyon nehéz nekem erről beszélnem. Mondom, mi lesz itt? Miből tértél meg? Hogy jöttél? És azt mondja, hogy mint tudjátok, engem a szüleim elhagytak. Én nem volt édesapám. És ott volt bennem az a vágy, egész gyerekkoromtól kezdve, hogy az édesapámnak valahogy megfeleljek. Nem is ismertem, de hogy meg akartam neki felelni. És úgy gondoltam, hogy ha majd sportban sikeres leszek, ha majd ezt meg azt megcsinálom, akkor majd meg fogok neki felelni. Nagyon rossz gyerek voltam. De ez a bizonyítási vágy, hogy megfeleljek, hogy törődjenek velem. 5 testvérem van, vagy 5-en vagyunk testvérek, és ott volt bennem ez a vágy, hogy hát a többiekre ne figyeljenek, rám figyeljenek. És nagyon rossz gyerek lettem. Sok bajt okoztam. És mondja, hogy bizonyságtételét tovább, hogy egy református közösségbe került, ahol megértett valamit. Megértette azt, hogy van valaki, aki úgy fogadja el, ahogy van, hogy nem kell neki örökké megfelelni, nem kell keresni ezt az apaképet, vagy ezt a látszólagos, vagy benne élő apaképet, és nem annak kell megfelelni, mert van valaki, aki feltétel nélkül szereti. És azt mondja, onnantól kezdve megváltozott az élete. És ránézünk erre a srácra, és azt látjuk, egy normális ember lett. Dolgozik, házasodni készül, kapcsolatai vannak, barátai vannak, nem magának való, nem bűnöző lett belőle. És kérdezzük, hogy? Honnan? Láttunk már ilyen helyzetből induló gyerekeket. Láttam már ilyen helyzetből induló, aztán felnövő felnőtteket. És lett belőlük éppen emiatt a bizonyítási vágy miatt valamiféle bűnöző. Valamiféle deviáns viselkedésű felnőtt. De nem mondanám azt, hogy olyan épp ember. Nézem ezt a srácot, mire készül, honnan van ereje? Teszem fel a kérdést. És itt vagyunk pünköstkor, és azt olvasom, ellenben erőt kaptok.
tanúskodásra. És hallgattam a bizonyságtételét, ahogy beszélt erről a nagyon mély vágyáról, arról a nagyon mély megéléséről, hogy az Isten elfogadta őt. És azt éreztem, ebben a bizonyságtételben erő van, ami nem a saját erejéről beszél, nem arról, hogy ő milyen nagyszerű ember, hanem arról az Istenről, arról a Jézus Krisztusról, és arról a Szent Lélekről, vagy ha úgy jobban tetszik, Szent Szellemről, aki munkálkodik benne, aki egészséges, normális emberré tette őt. Habár mindenféle nehézség, hátrány ott volt az életében. Erőt kaptok tanúskodni. Amikor pünkösdről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ez a két szó jól meghatározza az ünnepet. Erő a tanúskodásra. Mert hogy a tanítványokat így küldi el Jézus. És ezek a tanítványok, ha megnézzük az előéletüket, nem túl acélos tanítványok. Hát ott egy Péter köztük, aki majd pünköstkor elmondja azt a pünkösdi beszédet. Ezek a tanítványok félnek, amikor Jézus a mennybe megy, bezárkóznak. Jézus tudja, hogy mire van szükségük. Tudja, hogy miért van szükségük erre az erőre, hogy tanúskodjanak róla. Azt gondolom, hogy pünköstkor arról is beszélnünk kell, hogy a Szentlélek, vagy hogy jobban tetszik a Szent Szellem, mint valóságos személy, munkálkodik a hívő emberek életébe. Ezt már olyan sokszor mondtam, hogy háromféleképpen biztosan. Extrém módon. Munkálkodik extrém módon, és olyan sokszor közösségek csak ezt tekintik a Szentlélek vagy Szent Szellem munkájának. Hogy valamiféle álom, profécia, vagy valami extrém dolog, ami úgy érezzük, hogy hát ez kicsit több, mint ami nekünk belefér a keretünkbe. Sokan azt gondolják, csak ez a Szentlélek vagy Szent Szellem munkája. Pedig nem. Azt gondolom, hogy minden hívőnek egy megtapasztalása az, hogyha érezzük és tudjuk, hogy vannak olyan aktuális munkái a Szent Szellemnek, amelyek éppen ott, abban a pillanatban történnek velünk. Elfáradtunk, és nem tudjuk, hogy egyszer csak honnan van erőnk a következő mérföldhöz, hogy biblikusak legyünk. Egyszer csak beülünk az Isten tiszteletre, zsong a fejünk, a munkánk, a családunk, a problémáink, és egyszer csak valaki ideál igét hirdetni. Sokszor hallottuk már, és mond egy mondatot. Azt a mondatot is hallottuk már. Például légy bátor és erős. És akkor érezzük, ez a mondat most, ebben a helyzetben pont nekünk szól. Pont nekem kell bátornak lennem, pont nekem kell erősnek lennem. És megértem, megérzem, hogy a Szentlélek munkálkodik bennem. Ott, aktuálisan, pont akkor. És aztán van egy harmadik munkája is, ami nem ilyen látványos. Azt gondolom, hogy a Szent Szellem úgy az ember tudatalattiában is munkálkodik, a bensejében, formája belülről. Ez nem látványos, ez határterületeknél érződik igazán. Odaérek egy határhoz az életemben, és valami belül lassúgja, állj meg, ne menj tovább. Odaérek egy konfliktus helyzethez, amikor máskor mindig ingerülten reagáltam volna, és egyszer csak belül egy hang azt mondja, állj, ne menj tovább, nyugalom, békesség, és nyugodt tudok maradni. Hogy ez aztán megismétlődik, hogy a Szentléleknek vagy a Szent Szellemnek van egy belső, habituális munka, amikor a habitusunkat, a jellemünket formálja, és ez nem látványos. Ha visszatekintünk, ez akkor látszik. Ugye beszéltem múlt vasárnap a vendégszeretetről, amely az én életemben egy ilyen fejlődési terület, és hát, hogyha visszanézek az elmúlt időszakra, akkor azt mondhatom, hogy hát ez bizony egy jellembeli fejlődés volt az elmúlt időszakban. És azt gondolom, hogy ezek a munkák ott vannak a mi életünkben. Azt mondja Isten igéje a 2 Péter 1.3.4-ben. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. És azt is megmondja, hogy hogyan. És ez a Szentléleknek a habituális munkája. Ez az, amit napról napra tesz velünk. Azt mondja, hogy
annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van-e világban. Hogy azt mondja, hogy a Szentlélek az kiválaszt bennünket, hogy a Szentlélek ajándéka az elég nekünk, ami az életre meg a kegyességre való. Hogy ez elég. Hogy ez abból van, hogy egyre jobban megismerem azt, aki megígérte a Szent Lelket. Egyre jobban megismerem azt, aki az életét adta értem. Ez a kereszténységünknek a lényege. Erre fogunk emlékezni majd az úrvacsorai közösségben, hogy van valaki, aki ennyire szeretett bennünket, aki a legmélyebb vágyainkat is ismeri, és akarja, hogy teljes életet éljünk, mert erre hívott el bennünket. Mi az, ami megakadályozza azt, hogy teljes életet éljünk? Mi az, ami meggátol bennünket? És itt két dolgot szeretnék mondani, ami összefügg, az egyik a félelmeink. Ezek az emberek, akikről pünköskor olvasunk, féltek a többi embertől. Féltek attól, hogy beszéljenek mindarról, amit Jézusban megtapasztaltak. Féltek. A félelmeink olyan sokszor fogva tartanak bennünket. Elmesélek így négy szem közt egy titkot. Amikor általános iskolások voltunk, volt egy lány, aki nagyon tetszett nekem. Hát ezt így titokban majd tartsuk magunk között. És ez még nem Barbie volt, mert Barbie-t akkor még nem ismertem. És ez a lány nagyon tetszett, és arra lakott, amerre mi is. Egyik barátommal jártunk az iskolába, meg haza is, jobbára pontosan. Néha azért becsúszott egy kis késés, de jobbára pontosan. És nagyon tetszett nekem, de nem mertem megszólítani ezt a lányt, féltem. És egyik ilyen különleges eset, amire visszaemlékszek, és így elmeséltem már a feleségemnek, úgyhogy ő tudja, hogy egyszer sétáltunk hazafelé, és ez a lány előttünk ment. És a barátommal, akit Janinak hívtak, hát igen, őt Janinak hívták, sétáltunk hazafelé, és beszélgettünk, hogy megmerjük-e szólítani, vagy sem. És hát így nem nagyon mertük megszólítani, be kell vallani, és így mentünk utána. Beszélgettünk hangosan, nevettünk is hangosan, és a lány elkezdett sietni. Nem értettük, hogy miért siet, aztán mi is siettünk utána. A lány még jobban kezdett sietni. Mi is siettünk utána. Aztán már gyorsabban hazaért, mint mi, gyorsan becsukta a kaput és bement. És én nem értettem, hogy hát miért siet ő előlünk, hát nem értettem. És így amikor visszagondoltam, már egy kicsit érettebb fejjel, hogy mit érezhetett ez a szegény lány. Két fiú, akik nevetnek ott mögötte, jönnek utána, és hát mi lesz itt? Félelmeink. Van egy csomó félelmünk, ami meggátol bennünket. Van egy csomó félelmünk, ami ott van bennünk, és valahogyan meghatározza az életünket. Én egy karizmatikus gyülekezetbe jártam Debrecenbe, amikor bekerültem az egyetemre, és ott szinte természetes volt, hogy mindenki felemeli a kezét, énekel, és ez úgy természetesnek hatott. És néha jó felemelni a kezünket, úgy énekelni. Alapvetően azonban én rájöttem arra, hogy igazán én úgy szeretek énekelni, hogyha a többiek énekelnek, és én meg hallgatok. És nagyon szeretek csak az dicsőítés, éneklés alatt ülni, hallgatni, figyelni a szövegre, meg azt, hogy mások milyen szépen énekelnek. Ebbe beleszokott néha rondítani az, amikor olyanok énekelnek mellettem, akik nem tudnak. De általában azért tőlem mindenki jobban tud, és ez egy jó érzés. Egyszer a debreceni gyülekezetben mondták nekem, hogy hát milyen dolog ez, hogy nem éneklem az éneket. Olyan feszült lettem ettől, hogy hát itt most én fogom megosztani a gyülekezetet a modern meg a klasszikus éneklés között. Hát ha muszáj, akkor éneklem az éneket. Hát és én énekeltem az éneket, de úgy éreztem, hogy hát ez most muszáj megtenni. És nem voltam szabad arra, hogy ne tegyem. Aztán rájöttem arra, hogy hát úgyse tudok mindenkinek megfelelni, üssek ő. Én nem éneklek. És amikor van az a lehetőség, hogy az ember azt mondja, hogy én most
nem csak tehetek valamit, hanem nem tehetek. Megtehetem, hogy nem teszem meg. Az is a szabadságnak egy formája. És hogy a mi hívő életünkben a félelmek olyan sokszor így jelentkeznek. Hát mi van akkor, hogyha egy vasárnap délutáni istentisztelet elmarad? Hát a szentségtörés, testvérek. Mi van akkor, ha az ige hirdető nem fehérinkbe prédikál? Hát a szentségtörés. Mi van akkor, hogyha dob lesz az imaházba? Hát a szentségtörés. És vannak olyan imaházak, ahol ezt kimondták. Félelmetes. És másokba félelmeket plantáltak el. Mi van, ha bevisszük a dobot az imaházba? Kizár a gyülekezet. Mi van, ha bevisszük a dobot az imaházba? Az Isten nem fogja kedvesen fogadni. Ezek az emberek eljönnek egy-egy táborba, egy-egy konferenciára, és nem értik. Mi van? Hogy van? Hogy dobolhatunk? Hogy énekelhetünk? Hogy felemelhetjük a kezünket? Hogy csöndbe lehetünk? Hogy szabadok vagyunk arra, hogy változtassunk struktúrákon? Hogy változtassunk dolgokon? Hogy a lelkész kékingbe prédikál? Kockásingbe prédikáljon? Hogy nem a formák tartanak meg minket? Hogy lehet a formát megtartani, de ha nincs benne az erő a tanúságtételre, akkor az kevés. Akkor az egy kicsit olyan kriptaszagú lesz. Hogy a pünkösd arról szól, hogy van valami dinamisz, hogy van valami erő a gyülekezetben, a közösségben, ami nem magától értelmezhető, ami nem emberek szervezésének az eredménye, ami nem tőlem, mint lelkipásztortól, nem gyülekezetvezetőktől, nem emberektől függ, hanem van valaki az egyházban, a gyülekezetben, aki mozgat dolgokat, embereket, közösségeket, hogy ez az erő megnyilvánul a közösségben, hogy ez az erő elég az életre, ez az erő elég a kegyességre, hogy ez az erő diadalra vezet bennünket. Azt mondja Isten igéje, hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban. Mert hogy erre vagyunk elhívva, hogy végül győztesek legyünk. Csak olyan sokszor elfelejtjük. És a Szentlélek, ha jobban tetszik, Szent Szellem munkáját emberi szervezéssel próbáljuk meg helyettesíteni. A személyes életünkben is. Gondoljunk bele, hányszor és hányszor gondoltuk úgy, hogy a saját erőnkből megszabadulunk. A saját erőnkből majd szabadok leszünk. És az akaraterőnk egy darabig elvitt bennünket. De tudjuk, az akaraterő is egy izom, ami elfárad. Reggel, amikor felkelek és tele vagyok erővel, estére azt érzem, hogy elfáradtam. Nincs elég akaraterőm. És mégis azt látjuk, emberek élete megváltozik. Emberek élete valahogyan több lesz, mint ami bennük van. Hogyan? Úgyhogy megnyilvánul bennük ez az erő, és nem magukról, nem a maguk erejéről tanúskodnak, hanem a Szentlélek erejéről, hanem az Isten erejéről, hanem Krisztusról, akiben diadalra fogunk jutni. És ennek lesz egy következménye. A következmény pedig az lesz, hogy a félelmek nem görcsbe fognak kötni bennünket, nem gyengíteni fognak bennünket. Nem azt mondom, hogy nem lesznek félelmeink, hanem azt mondom, hogy lesz bátorságunk, hogy a félelmeink felett lesz erőnk, és ha a félelmeink felett van erőnk, akkor bátrak leszünk. Akkor bátrak leszünk, ugyanúgy, mint ahogy ott Péter volt. Kiáll a tömeg elé, azt mondja, hát ti feszítettétek meg Jézust. Nyíltan, szembenéz a tömeggel, elmondja, hogy mit rontottak el, de nem csak ennyit tesz, azt mondja, de tudjátok mit? Hogy nektek ez lehetőség, hogy megtérhettek. És olyan sokszor eljutunk a szembenézésig, a hibáinkkal, a múltunkkal, a problémáinkkal. Eljutunk addig, hogy szembenézünk vele, és aztán azt mondjuk, ennyi, eddig volt. És nincs erőm tovább lépni, nincs erőm változni, nincs erőm egy kicsit túllépni magamon, egy kicsit felülmúlni magamat, mert már nincs erőm. Eddig jutottam, de hogy a pünkösd ígérete új bátorságot ígér egy Péternek, az apostoli körnek, egy jeruzsálemi gyülekezetnek, egy szadai közösségnek, hogy a félelmek nem fognak elmúlni, hogy lesznek félelmeink, de hogy ott az erő, a Szentlélek, a Szent Szellem ereje,
amely bátorságot adhat nekünk, hogy egy kicsit túllépjünk magunkon, a félelmeinken, a gátjainkon, a kötelékeken, amiket lehet, hogy mi magunk építettünk magunk köré, hogy bátrak lehessünk, és hogy ennek a bátorságnak meglegyenek a gyümölcsei. Az a meggyőződésem, hogy a gyülekezet is tanúskodik, vagy magáról, vagy arról az erőről, amely működhet benne. És mi, mint Szadai gyülekezet kell, hogy arról az erőről tanúskodjunk, amely képes megváltoztatni embereket, emberek életét. Mindig elmondom a nagyapám történetét. Nagyapám egy nagyon masszív alkoholista volt. A saját erejéből próbált megszabadulni. Addig jutott, hogy a cigit el tudta hagyni. Szüksége volt arra, hogy a Szentlélek ereje elkezdjen benne működni, hogy megváltozzon, hogy szembenézzen 60 év hibájával, hogy szembenézzen egy törött családdal, hogy szembenézzen az elrontott dolgokkal, amiket nem tud már jóvá tenni, de hogy elfogadja az Isten megbocsátó szeretetét és kegyelmét, és hogy ott lehessen az unokáival, a dédunokáival, a gyerekeivel, és hogy együtt a család le tudjon ünnepelni. Hogy a Szentlélek ereje ma is működik, köztünk is működik, bennünk is működik. És hogy a gyülekezetben mindenkire szükség van. Az imórán is elhangzott. A kegyelmi ajándékok, amiket a lélek ad, azok között különbségek vannak. De mindegyikre szükség van. És egy olyan gyülekezetben élünk, egy olyan gyülekezetben vagyunk, ahol nincsenek felesleges tagok, ahol mindannyiunk ajándékára szükség van. Szükség van a tanításra, szükség van a gyámolításra, a bátorításra, szükség van arra is, hogy valaki szervezzen, kicsit jobban, mint ahogy az elvárható, hogy valami ajándékként szervezzen. Szükség van arra is, hogy ha valakinek van ajándéka, akkor akár még, egy kicsit furcsán fogom mondani, de hogy profétáljon is. Ha van ilyen ajándék, hogy erre szükségünk van, hogy a gyülekezetben ezek az ajándékok megnyilvánuljanak, hogy áttéljük, hogy a gyülekezet több, mint emberek összessége, hogy a gyülekezetben van valami erő, ami ott van benne, ami lüktet, ami energiát ad. És ez a Szentlélek, akiről ezt olvastuk, hogy erőt kapunk tőle, belőle, hogy ott van a gyülekezetben, hogy ott van bennünk, a félelmeink felett bátorságot adni, szembenézni a múltunkkal, a hibáinkkal, és új jövőt kinyitni, mert hogy ezt is olvastuk, hogy ígéreteket ad, és elpecsétel bennünket ezekre az ígéretekre, és oda fogunk érkezni. És Pál apostol azt gondolom jó példa erre, aki azt mondja, hogy az ő erőtlenségével dicsekszik. Az ő erőtlenségével, gyengeségével, a hibáival dicsekszik. Azért, hogy az Isten ereje nyilvánvalóvá legyen. Azt gondolom, mi, mint gyülekezet, el kell, hogy mondjuk ezt. Hát erőtlenek vagyunk. Tökéletlenek vagyunk. És a tökéletlenek között valószínűleg első vagyok én. Mert hogy a legtöbb tökéletlenséget a testvérek majd, vagy most már az én életemben látják. Mert hogy sokszor beszélek a tökéletlenségeimről. De hogy nem azért, mert hogy milyen jó ezeket, hanem azért, mert akarom, hogy lássuk, hogy az Isten ereje, a Szentlélek munkája ma is működik köztünk, bennünk, és ennek áttélői kell, hogy legyünk. Áttélői szeretnék én is lenni, hogy az Isten ereje áthat bennünket, erőt ad, és akkor létrejön az is, amit itt Jézus megígért, hogy tanúskodni fogunk róla, az Atya szeretetéről, és így gyakorlatilag be fogjuk tölteni a küldetésünket. Hogy ez így legyen, szeretnék imádkozni. Mindenható Istenünk, köszönjük azt, hogy a Szent Lelket adtad nekünk személyesen, és a Szentlélek munkálkodik itt a gyülekezetben is. Köszönjük, hogy adtál ajándékokat, és köszönjük azt, hogy ezekkel az ajándékokkal élhetünk. Azért imádkozom, Istenem, hogy bátoríts bennünket, erősíts bennünket, használj bennünket. És te látod itt a félelmeinket, látod azokat a félelmeket, amelyeket lehet, hogy sosem mondtunk ki, csak úgy elkezdünk vele szembesülni magunkban. Látod azokat a félelmeket, amelyek mint közösségként ott vannak bennünk.
Én azért a bátorságért és erőért imádkozom, amely nem csak szembenéz ezekkel a félelmekkel, hanem erőt ad a cselekvésre, erőt ad arra, hogy megtegyük azt, amire hívtál bennünket. Köszönjük, Úr Jézus, azt, hogy rólad tehetünk bizonyságot. Köszönjük azt, hogy Te megszabadítottál bennünket mindenféle félelemtől, és lehetünk szabadok, lehetünk olyanok, akik örökösök. Hálát adunk ezért, és azért imádkozunk, hogy most, amikor majd az úrvacsorai közösségre készülünk, akkor tedd ezt áldássá az egész közösség számára. Amen.